köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma is velünk tartani, ugyanis érdekes és izgalmas témákkal készültem. Informál, gyors és kényelmes, ugyanakkor kiszakít és rombolja a kreativitást. A kütyük korszakát éljük és a monitor függő gyerekek évtizedeit tapossuk. Ugyanakkor mi sem sejtjük azt, hogy valójában a kényelmes és gyors, korlátlan lehetőség mögött milyen veszélyek rejlenek. Pécsi Rita tartott előadást itt Székesfehérváron, a neveléskutatóval pedig mi is készítettünk egy interjút. Mennyire megváltozott a szülői szerep az utóbbi 10-20 évben? Ugye most már olyan szinten el vagyunk árasztva infokommunikációs csatornákkal, hogy nem nagyon lehet lefogni. Igen, biztos, hogy nem lehet kizárni, nem is jó módszer, ha kizárjuk, de először is magunknak is meg kell tanulni vele jól bánni, mert elsősorban mintán fog tovább menni az, hogy hogyan bánnak az infokommunikációs eszközökkel. Tehát ez is egy nagyon kis csalóka dolog, hogy akkor elkezdünk félni tőle, amikor már látjuk, hogy Jézusom már nem tud megenni egy szelet kenyeret anélkül, hogy hogy megcsörrent a telefon, vagy és akkor mert kimaradok, és nem tudom, és mi, és meg kell néznem, és nem tudom mi. És hogyha közben meg magunkba nézünk, akkor lehet, hogy én is felpattanok azonnal, ahogy megszólal. Lehet, hogy a mi kommunikációnk is arról szól, hogy mert bemondta, mert azt mondta, meg itt van, meg ott van. Lehet, hogy szól a háttérben mindig egy valami. Lehet, hogy amint beülök az autóba, benyomok egy valamit. És ezek mind minták. Tehát ebből mind az szűrődik le, hogy igen, enélkül nem lehet élni. Talán ez a legfontosabb. A legfontosabb kapcsolódásokat is meg kell akkor szakítani, hogyha valami ilyen van. Tehát ez a minta, ez óhatatlanul is átszüremkedik. Először is a magatartásba. Tehát azért is mondom, hogy mintha minden nevelés mindig önneveléssel kezdődik, ez is. Ez is, tehát először nekünk szülőknek, nevelőknek kell megtanulni vele bánni, helyén használni. Tehát nem kidobni, nem fújogni, nem átkozni, nem tudom, megismerni, megtanulni, és bizony kézbe tartani. És bizony ez nem könnyű, mert nagyon-nagyon jó eszközökkel dolgozik, szóval nyilvánvaló, hogy az is arra van építve, hogy minél többet használjuk. De az azért egészen világos, hogy az aránynak a betartása az egy nagyon nagy kihívás. Tehát, hogy helyén használjuk, és hogy mennyit, meg mire. Az idő az egy nagy tényező. Mindig, de most aztán különösen mindenki nagyon túlterhelt. Nekem mindig ez a gondolat jut eszembe, amikor mondjuk a gyerek kezébe kerül a telefon, hogy ez korunknak a pálinkás kenyere, hogy akkor csönd van, akkor nyugalom van, és akkor a szülő is tud valami olyat csinálni, amihez ő nem kell. Ez hogyan lehet feloldani, kezelni? Mert 24 órás szülőnek lenni, folyamatosan ott ülni a gyerek mellett, nem tudom, hogy az működik? Persze, hogy nem működik, de hát a pálinkás kenyeret sem úgy oldottuk meg, hogy folyamatosan mellette ültünk, hogy nehogy aztán eszébe jusson. Hát kellenek a keretek, kellenek a szabályok, kellenek azok, és adott esetben, ugye minél kisebb egy gyerek, és minél fejletlenebb egy személyiség, annál határozottabb keretekre van szüksége, és adott esetben, most is ezt így fogalmaztuk, hogy a pedagógiai környezetnek a tisztaságára, tehát a kísértések, a megelőző módszer, ezt azért már ismerjük, hogy megpróbálni a környezetet olyanná tenni, ahol nem feltétlenül kell örökké azt mondani, hogy csukd be már, kapcsold már ki, tedd már ide. Tehát akkor megvannak azok, hogy nem tudom én, az asztalnál nem. Amikor beszélgetünk, akkor nem. Adott esetben ki is kapcsoljuk, tehát meg sem hallgatjuk, hogy jaj, most stb. Ez nem szólt. Vagy azt mondjuk, hogy este meddig. És akkor például kihozni a kütyüket, egy kis kosárkába aludni. Tehát mindenképpen nagyon, nagyon lényeges az, hogy meglegyenek a krízis helyzet előtt már ezek a szabályok, hogy ne kelljen ezt minden alkalommal külön megvívni ott, akkor helyben, mert ez tényleg nem lehet. Egyrészt, mert nem vagy ott, másrészt meg senki nem képes erre, meg az energiánk is tényleg véges, az időnk véges, meg akkor állandóan veszekszünk, tehát az se kéne. És ezért azt hiszem, hogy a világos keretek nagyon sokat segíthetnek ebben. Még jó időben elkezdeni a világos kereteket, tehát lehessen érezni azt, hogy ez beletartozik egy szabályozásba. Elhangzott az is, hogy mondjuk 1 és 3 éves kor között szinte nulla
Tehát mondjuk itt ugye a tévéfogyasztásról is beszélt, illetve hát az internetes tartalomfogyasztásról. Ez, és elhangzott az a kifejezés is, hogy burokban nevelni. Ez milyen fajta burkot jelent? Hát ez a tiszta környezetnek a burokja. Hát igen. Gondoljunk egy kis palántácskára, amelyik most növekedik, és annyira gyenge, hogy tényleg az időjárás viszontagságait nem bírná ki. Tehát ezt a kis palántácskát, ezt nem tesszük ki, hogy tessék fiam, tanuld meg, időnként jégeső van, úgyis ez az élet, meg nem tudom micsoda. Hát arra teszünk egy kis valami védelmet, hogy nehogy érje ez a jégeső, amíg meg nem erősödött. És itt az 1 és 3 éves gyerekeknél kifejezetten fizikailag, tehát az idegrendszernek kellene elkezdeni, tehát ott nincs kész az idegrendszer, ahogy megszülettünk. És az 1 és 3 éves kör között olyan erős fejlődési folyamatok zajlanak, amelyeknek a legjobb támasza, a legerősebb támasza a mozgás, a személyes kapcsolódás, a szemkapcsolódás, a térélmény, mindaz, ami nincsen a képernyőben, tehát magyarul itt. És a képernyő egyáltalán nem ad hozzá semmit, sőt, csak ezeket nagyon sok esetben blokkolja, tehát ezekről is beszéltünk, ezekről a blokkoló hatásokról. Tehát semmiképpen nincs annyi előnye, még az se, hogy akkor ezzel megnyugszik, tehát találjon más, most akkor jobb a cumi, vagy bármi más, vagy rágcsáljon el egy, de nem tudom. Tehát azaz, hogy tudjuk, azért a régi családok is megtalálták a gyerekek megnyugtatásának és a foglalkoztatásának is az eszközeit, hogy egyáltalán nem jár, hogy úgy mondjam, semmilyen előnnyel, de nagyon nagy veszélyekkel, nagyon nagy hátránnyal. Tehát annyira érzékeny ez az idegrendszer, el se tudjuk képzelni. Tehát olyan szépen fejlődik, szép csöndben, ugye zárt helyzetben nem látunk bele, de olyan sok érzékeny folyamat zajlik benne, amit megzavar, kifejezetten megzavar a képernyő. Tehát leállít, gátol, lassít. Ezeket majd még a következő alkalommal is sorra fogjuk venni, hogy biztosan kimondható ez, hogy 1 és 3 éves között biztos, hogy nem, és az óvodáskor is még nagyon-nagyon óvatosan. Sőt, mi több a kisiskoláskorban, úgyis akkor is ezek a keretek, majd a következő alkalommal szintén beszélgettünk róla, hogy azért az nagyon, nagyon figyelemre méltó, hogy a szilíciumvölgyben dolgozó zseniális feltalálók, kreatív informatikusok és ezekkel az eszközökkel tényleg azt lehet mondani, hogy nagyszerűen élő embereknek, mindegyiknek, hogy úgy mondjam, burokban nő föl ebből a tekintetből a gyerekei. Mindegyiket, hogy végig kérdezték, Montessori iskolába járnak, meg tapasztalósba, otthon nincs iPad, senkinek. Egyiknek se. Tehát ezt nagyon, nagyon következetesen vallják, hogy nagyon tudjuk, hogy miről van szó, nagyon jók ezek az eszközök, hát nyilván, hogy látják az előnyeit is, de egész biztos, hogy némelyik 8 éves korig, aztán van ilyen felfogás 10 éves korig, 12 éves korig, tehát az biztos, hogy nem óvodáskorban. Tehát mondjuk, hogy egy TV csatornán ott van a jelzés, hogy baby TV, mert hogy ugye már ilyen is van. Akkor az nem is igazából baby TV. De persze, hát 3 hatás megpróbál kiszűrni, szóval ez a média csúsztatása. Tehát valóban a gyerekeknek, a bébiknek ugye az egyik legnagyobb nehézség az, hogy nagyon gyorsan jön. Tehát gyorsan váltanak a képek, gyors, sok szereplő, sok átmenés, sok áttűnés, stb. Ez a legnehezebb, tényleg, ez a legértelmezhetetlenebb. De akkor, hogyha most nem tudom én, kiveszünk 3 ilyen hatást, van még 10. Tehát igaz, hogy valóban a bébikhez lassabban mennek, kevesebb szereplővel, nagyobban, mit tudom én, ilyesmi. Tehát gyakorlatilag azt mondom, hogy valóban kicsit igazat mondott ebben az esetben, de azt meg elhallgatta, hogy maga az, hogy képernyő a bébinek, már eleve itt baj van. Szintén most még nem beszéltünk róla, hogy például a beszéd tanulás, de nem csak a beszéd tanulás, és ezzel aztán majd a gondolkodás is. A kisgyerekeknél rendkívül fontos az, hogy lássák a szádat. Tehát lássák a beszélőt, hogy azt közvetlenül tapasztalják, hogy az hogy mozog, hogyan illeszkedik, hogy közelről, tényleg valós tapasztalatban. Na most ehhez képest, akár csak a baby tévén is, hát egyrészt a rajzosok nem ugyanazt adják,
Másrészt például a szinkronizált dolgok, hát az katasztrofális ebből a szempontból, például a beszéd elsajátítás szempontjából, mert azokat a finom mozgásokat nem tudják leutánozni, amit élőben igen. Ma már 10-11 éves gyerekeknek szinte mindegyikének van saját telefonja. Ez egy olyan tendencia, amit nem nagyon nehéz szembe menni vele. Például az én fiaméknál Viber csoportok vannak osztályon belül, amiben a tanár is benne van, és így kommunikálnak egymással, mi a házi, mit kell tanulni, stb. Tehát még azok is megvették a telefont, akik egyébként nem vették volna meg. És ez egy jó iskola, jegyzem meg. Mit lehet ezzel kezdeni? Hát én azt gondolom, hogy itt is azért nagyon nagy jelentősége van ennek a bizonyos ébresztőnevelésnek. Hát jó, most ez megtörtént, de hogyha úgy eléggé tisztában lennénk azzal, hogy amennyire lehet keveset, tehát nem azt mondom, hogy nem, de ahol lehet, nem állnék rá. Tehát lehet, hogy itt egy tudatos szülői magatartás és egy tudatos tanári magatartás, és persze, hogy használjuk. Jó, most van egy Viber csoportja, de hát most attól is függ, ugye, hogy hány évesek, majd ez, hogy hol kezdjük el alkalmazni. Mert ugye itt megint csak a szülő kezéből kiveszek egy olyan lehetőséget, hogy lehet, hogy ő megállta volna, hogy most még ne vegyen. Tehát vagy vett volna neki egy olyan telefont, amin tényleg telefonálni lehet, mondjuk. És otthon lett volna lehet, hogy egy olyan kis gépecske, amin egyszerű dolgokat lehet, talán egyszerű programokat lehet futtatni, akár, hát nem tudom. De minden esetre nem tolta volna be ebbe, hogy a mindennapi használatban azért ennek nagyon, nagyon fontos helye van. Jó, most betolta, nem baj, mert gyakorlatilag házi feladatokat meg lehet innen is kapni, és ez biztos, hogy nem egy káros dolog, de ezzel megnyitottunk egy olyan lehetőséget, hogy ott kell egy kicsit résen lenned, hogy és tényleg csak a házit nézted meg? És anya még egy kicsit, de még ezekkel beszélek, de most még egy kicsit, de most még csak elköszönök, de most még csak. Tehát gyakorlatilag nyitottunk egy olyan pályát, ahol viszont erőteljesebben ott kell állni. Meg lehet csinálni, de tényleg figyelni kell rá. Mikor kell gyanakodni, amikor azt mondjuk, hogy már függő a gyerek? Hát igen, ez... Jó, nyilván, hogy ez sok használattal, tehát azért magunkban is láthatjuk, hogyha nem tudom én, több órán át használja naponta. Hétvégén még több órán át használja. Hogyha ha úgy veszük észre, hogy eddig fontos tevékenységekre is nem szívesen szakítja meg a számítógépes kapcsolatát, bármilyet, tehát akár játszik, akár csettel, tehát a lányoknál inkább a kapcsolatos tevékenységek azok, amik veszélyt jelentenek, a fiúknál inkább a videójátékos akciós dolgok. De ugyanígy, tehát amikor nem, tehát nem szívesen, tehát például eddig sportolt, eddig zenélt, eddig valamit, vagy kirándultunk, a valóságos kapcsolatokat szinte csak ezen tartja, tehát elmaradnak a találkozások, elmaradnak a valóságos együttlétek, tehát ezeket behelyettesíti nagyon sokszor még a tanárral is, nagyon sokszor még a szüleivel is adott esetben gyorsan, akkor írnak, és nem tudom mi. Tehát amikor azt érezzük, hogy az arány megbillen, és a természetes tevékenységek egyrészt teherré válnak, másrészt meg, hogy egyre nagyobb teret kér a képernyő előtt töltött idő. Akkor azért figyelni kell, mert tényleg egyrészt a közösségi médiának is van egy nagyon nagy szívó ereje, másrészt meg a videójátékoknak kifejezetten erős. Hát így építik fel, tehát hogy ne lehessen abba hagyni, tehát azért az ott van egy kifejezetten... Egy rádolgozott, tehát egy igényébresztés, egy igénykeltés, egy nem létező igénynek a fölébresztése is. Említette az előadásában is, hogy vannak ilyen, vagy zajlanak ilyen kísérletek is. Erről tudunk kicsit bővebben beszélni? Hát nyilván a játékfejlesztők, nyilván ennek az iparágnak a fejlesztői nem elsősorban abban gondolkodnak, hogy ez most milyen hatással van az idegrendszerre, nem is volt lehetőség akkor még úgy mérni, hogy milyen másik hatása lehet, hanem hogy minél hatékonyabb legyen ő azon a területen magyarul, minél tovább játszál.
Tehát minél nagyobb kedvel játsszál, minél nagyobb motivációt érjél el. És akkor ugye ez már teljesen érthető is, hogy kutatják akkor azokat a formákat, hogy lehet elérni azt, hogy sokkal többet akarjon, hogy sokkal nagyobb kedvel, hogy megvegye még a következő kiegészítő csomagját, és még ebben is belemenni, stb. És akkor ezeket hát mivel hogy ezek pszichés hatások, ezeket pszichésen kell vizsgálni. És minden ilyen visszatart, a test nagyon szépen reagál rá, tehát nagyon szépen lehet ezeket már mérni. Tehát lehet látni azt, hogy ha nagyon-nagyon belekapcsolódsz például egy játékba, akkor nem felmegy a pulzusod, felmegy a vérnyomásod, egy kicsit izzad a tenyered, hogy akkor elég adrenalin van, hogyha ezt az adrenalint ki tudod játszani, és akkor megint lelősz kettő ellenség, megint oda fölkerülsz, egy szinten följebb kerültél, megint följebb kerültél, én is, meg én voltam, ezekről majd fogunk a legközelebbi alkalmas beszélni. Tehát, hogy ez a sok-sok ilyen sikerélmény, ez le van pecsételve, jön a dopamin, az egy jó nagy doppingszer, és akkor megint egy következőt akarsz elérni. Na most ehhez mindig, ez már szépen, hát nagyon jó a technika mindenképpen, és ezt már szépen lehet mérni. Tehát akkor elkezdjük a próbajátékot játszatni kísérleti személyekkel. És akkor közben rájuk van csatolva minden. Most akkor mennyi a pulzusa, mennyi a vérnyomása, izzad-e a tenyere, kitágult-e a pupillája, eléggé, nem tudom én, termelődik-e a dopamin, termelődik-e ez, meg az, meg amaz, ennyi termelődött, ez nem annyira elég, mert ez még csak arra elég, hogy egy kicsit ezt végigjátsz, és utána neki ki fogja kapcsolni, hát az kinek kell. És akkor azt mondja, hogy építsünk bele még egy valamit, ilyen effektus, olyan nem tudom én, akadály, jöjjön három szörny, csak most mondom, nem tudom, ugye nem vagyok ennyire közel hozzá, de ez körülbelül így megy. Ami kiváltja ezt a hatást, és akkor látszik, hogy na, ez elég jó. Akkor ez mehet a piacra, mert és valóban el is éri a hatását, tehát akkor ez az, ami beszippantja. Tehát ami előtt ott ülünk gyerekként, és adott esetben felnőttként is, azért ne felejtsük el, nem csak gyerekfüggőség van médiában, de meg képernyőben, hanem bizony felnőtt függőség is, és nagyon, nagyon komoly felnőttek játékfüggők, és ma már ezt sajnos ki kell mondani, és érdemes vizsgálni. Tényleg azt mondom, hogy egy 10-15 évvel ezelőtt nem gondoltuk, hogy ez ilyen hatással van, ezért is akarunk ugye külön alkalmat is szentelni ennek. Kifejezetten olyan hatással van az agyra, mint a kokain, meg a heroin. Teljesen. Pontosan ugyanazon az agyi központban dolgozik, pontosan ugyanúgy. Tehát azért ez nem csak egy olyan kis ártalmatlan kis valami, hogy hát apja, hát engedd meg még hát egy kicsit, hát miért ne, hát én nem tudom, hogy legalább kommunikál, legalább ugye, hát kapcsolatokat épít, meg játszik, meg milyen kreatív lesz, mert ez ilyen stratégiai játék, meg nem tudom micsoda. Ez attól függetlenül, hogy nyilvánvaló, hogy vannak készségek, amiket fejleszt, tehát mit tudom én, mintafelismeréstől kezdve meg hát az új mozgatás készségét meg. Lehet, hogy például a térbeli látást és sokféle dolgot elképzelhető, illetve nem elképzelhető, hanem tudjuk, hogy fejleszt, csak nincs arányba azzal a veszteséggel, vagy azzal a veszéllyel, amit ez a droghatás tulajdonképpen kivált a idegrendszerben. Pécsi Rita neveléskutató előadás sorozata pedig folytatódik. A Szent István Művelődési Ház következő alkalmán is ezzel a témával foglalkozik majd. A 19. alkalommal is elkészült a Város Naptára. A kiadványt a Bori Jenő Általános Iskola diákjai illusztrálták, és Balajti Ferenc költeményei is belekerültek. A Bori Jenő Általános Iskola diákjainak rajzai díszítik a kiadványt, amelyet kedden mutattak be a Városházán. A közreműködőket, alkotókat Cserpakovics András polgármester köszöntötte. A diákok élvezték a közös munkát, mint mondják, többivel rajzolnak már, a naptárban szereplő alkotásokon is sokat dolgoztak. Körülbelül 10 éve rajzolok, és én a órajátékot rajzoltam, mert ez az épület nekem nagyon tetszik. Már kiskorom óta rajzolok, és a Bori várat rajzoltam le. Szerinted miért a Bori vár ragadta meg inkább a te képzeletedet? Miért pont ez? Hát nekem ezt tetszett a legjobban. 19. alkalommal adták át a Város Naptárát, ami mindig egy fontos fehérvári témát dolgoz fel. Egy-egy, azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy gyönyörű, nagyon vidám, nagyon színes kis képen, festményen,
és ezzel párhuzamosan pedig ott van egy költemény, ott van egy versrészet ebben az éppen évben az adott naptári hónapról, és ez gyakorlatilag egy éves naptárat tesz ez a kis kiadvány ki. Most ez volt a 19. alkalom, Róka Gyuláéknak és civil szervezeteknek köszönhetően. Jövőre tehát jubilál ez a kezdeményezés, de úgy gondolom, hogy joggal mondhatjuk már így 19. alkalom után is, hogy ez a kis vidám, diákokat megszólító, diákokat alkotásba bevonó kis naptár hagyományaink részévé vált. Miért nagy szó az, hogy székesfehérvári diákok rajzaival tarkítják, illusztrálják ezt a naptárat? Azt gondolom, hogy pont azért, mert diákokról van szó, mert fehérvári diákokról, akiknek van véleményük, van látásuk a városra, a városról, és ezt ezeken a kis festményeken keresztül meg is mutatták idén is. Ráadásul egyfajta fejedelmi központot, hiszen ez volt most a fő téma, tehát a történelmünkre utalva nagyon fontos városi helyszíneket megjelenítve egy nagyon izgalmas, érdekes naptárat alakítottak ki a szervezőkkel közösen. Úgy gondolom, érdemes kézbe venni, forgatni, vagy adott esetben itt felcsapni, hogy melyik hónap, melyik napja, mikorra is esik pontosan. Az elkészült naptárat a Városháza dísztermében mutatták be. Ebben a kiadványban 16 rajz található, és minden naptárhoz egy-egy vers is tartozik, Balajti Ferenc költő jóvoltából. Ezeket a belvárossal kapcsolatos rajzokat egész év folyamán készítik a kollégámmal, Horváth Lászlóval. Jönnek a gyerekek ide a belvárosba, személyes élmények alapján, tehát itt kína helyszínen készítik el, illetve fejezik be majd az intézményben, de ez hosszú hónapok munkája, mire elkészül egy ilyen mű. A kiadvány pályázatát hagyományosan az Alba Régia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület hirdette meg. A legszebb rajzokból készült naptár az önkormányzat mellett több támogató segítségével készülhetett el. A kiadvány az interneten is elérhető, csak úgy, mint a díjazott gyermekrajzok. A heti feedben ezúttal a funkcionális köredzésekről lesz szó. A következő percekben kiderül, hogy tulajdonképpen miért is jó percenként meghalni, és hogy miért jó ezt együtt csinálni. Feedben már számos edzésformával, mozgásformával foglalkoztunk, mert egy kicsit a köredzésekről ejtünk szót. Én személy szerint úgy fogom, úgy értelmezném, hogy egy percen keresztül maximális övedelessel, amit bír az ember, különböző feladatokat csinálunk, minimális pihenőidővel, és egy órán keresztül konkrétan mindig mást. Mennyire megterhelő ez az ember számára, te kipróbáltad most? Én folyamatosan járok egyébként Orsóhoz, sőt nagyjából most nem vagyok versenyfelkészülésben, és nem is tervezem, viszont nagyon jól esik teljesen más módon kinyírni magamat, hogyha szabad ezt így fogalmazni. És ugye a súlyzókkal nagyon jól meg tudjuk ezt tenni, de ez egy teljesen más, ez egy sokkal intenzívebb, sokkal jobban hat, akár vérkeringés, stb. Egy csomó pozitív hozadékát tudom mondani, hogy miben más és miben lehet jó ez az edzésforma. Mennyire erősíti ez az embernek a kitartását, az erőllétét, mennyire komplex? Szerintem nagyon, szerintem mindent. Másik az, ami nagyon nagy előnye, hogy akár kezdő, akár haladó, akár élsportoló is egyszerre tud dolgozni, ugyanis tőlem függ, hogy mit hiszek bele. Egyébként meg az, hogy mennyire hagyja meg a embert. Annyi az egész, hogy ez jó testépítőnek, kiegészítésképpen mondjuk heti egy alkalommal, jó állandós úton, hogy heti ötször csinálod ezt a fajtát, teljesen mindegy, mert mindenre jó tényleg tőle függ, hogy mi ez, amit ki tudsz hozni belőle. Mennyire fontos a közösség? Nagyon. Nagyon, hát én erre vagyok büszke igazán, hogy tényleg van 60-70 ember, aki mindenki ismeri a másikat, és akárkit betehetek, akár kihez, nagyon jó közösség van. Én azt látom, hogy nem csak itthon, nem csak nálunk, nem csak ebben a teremben, hanem az egész világon egyre nagyobb igény van arra, hogy közösségbe legyünk. Hiszen hát itt a modern társadalom és az informatika és a telefon, az okostelefon, minden más egyéb azért kezdi megölni azt, hogy együtt legyünk és jól legyünk együtt, és valami közös élményünk legyen.
És a sport, mint ahogy mindig mondjuk, hogy egy nagyon jó élményforrás lehet, ha pedig ezt közösségben tudjuk tenni, és jól szórakozunk, és úgy halunk meg, hogy közben mosolygunk, és izzadunk, és végünk van, de ezt nagyon jó érzésre tesszük meg, akkor azt gondolom, hogy ez az egyik legjobb dolog, amit tehetünk magunknak. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Jövő héten pedig a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!